közérdekű nyugdíjas szövetkezetek létrehozását javasolja egy a parlamenthez benyújtott törvényjavaslat. Így segítenék vissza az időseket a munkaerőpiacra, egyúttal ezzel enyhítenék a munkaerőhiányt is. Amíg aktív, dolgozni vágyó idősek, a tervek szerint nem csak munkát és versenyképes jövedelmet, de járulékkedvezményt is kapnának. Kós Lajos és Harag Péter a törvényjavaslat benyújtói, Dávid Ferenc pedig a mi vendégünk, akivel ezt megbeszéljük, ezt az ötletet. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nekem nagyon tetszik, meg kell, hogy mondjam. Tehát minden olyan ötlet nagyon tetszik, ahol sokat lehet dolgozni, hogyha egy büdös vasat ne kapjon az ember, vagy senki ne garantálja, hogy kapjon érte. Mert ez olyan életszerű. Nyilván nyugdíjasok tömegei akarnak elmenni dolgozni úgy, hogy ők fizetnek értő, beléphessenek a szövetkezetbe, aztán dolgozhatnak, az eladott, megtermelt vagyon az a szövetkezet tulajdona, és majd a szövetkezet vezetése eldönti, hogy jár vagy nem jár, és kinek mennyi. Hát hogyan van ez? Ezt hogy lehet megcsinálni emberekkel? Én azt gondolom, hogy nem így van. Nem így van. Igaz, hogy tegnap este adták be a törvényjavaslatot, és elég, hogy mondjam, salátatörvény jellege van a dolognak, de nem ilyen rossz a helyzet, mint ahogy herkesztő. Ennyire mondja. Nem rossz? Nem. Mi garantálja az embereknek, hogy amit ők megtermeltek, hát azt megkapják? Akkor kezdeném azzal, hogy ezeknek a speciális közérdekű nyugdíjas szövetkezeteknek a 90%-ának nyugdíj, természetes személynek kell lenni, tehát jogi személy nem tud beszállni, és nyugdíjasnak kell lenni. Tehát ők, amikor az alapító okiratukat elkészítik, ők, amikor a belső szabályokat elkészítik, ők 90%-ban, miután közreműködők tagokról van szó, tehát dolgozniuk kell, tevékenyen kell részt venniük, a saját szabályokat maguk alapítják. Ebből következik, hogy például ugyan felvetette azt a kérdést, hogy ugye személyes részvételt ír elő a jogszabálytervet. Itt 1000-2000 forintról van szó. Tehát, tehát nem arról kell... A személyes részvétel ez esetben a befizetés. A szövetkezeti rendszerben alaprészeinek hívjuk, amikor egy szövetkezetben belépünk. Igen, hát az egycentes részvénynek is nevezheti, teljesen mindegy. Tehát ezzel azzá vált. A másik, hogy nyilvánvaló, hogy a tagoknak a közgyűlése, vagy ha nagyon nagy a küldött gyűlése, tehát ugye kevesebb tag, dönthetnek abba, hogy a jövedelmet, hogy osztják fel. A harmadik, a nyugdíjasok nem kényszerből, hallottam azt, hogy beterelik őket nyugdíjas szövetkezetbe, közérdekű nyugdíjas szövetkezetbe. Önkéntes a döntés, ha dolgozni akar. Kettő, a munkája ellenértékében meg tud állapodni a szövetkezettel, külön szerződésbe fog megállapodni, mint egy munkaszerződésben állapodna meg, csak ez nem munkaszerződés lesz, mert nem munkaviszony lesz, és ami nagyon kedvező benne, és nagyon vonzó, és működni fog nagy valószínűséggel, az, hogy a tevékenységet elvégző, közreműködő személy, most már ezen túl csak nyugdíjas, az csak és kizárólag személyi jövedelemadót fizet. Ez számára nagyon kedvező. Önnek tényleg tetszik, állj, még nincs vége. A szövetkezet, viszont miután nem munkaviszonyról van szó, nem kell fizetnie szociális hozzájárulási adót. Tehát, hogyha ez a 22%-ot, amit minden vállalkozónak fizetni kell. Én azt gondolom, hogyha legyünk jó hiszeműek szerkesztő, én mindig megpróbálok, és szakmai alapokon próbálok állni, mi van mögötte, az hagyd ne. Mindenki rájött arra, hogy demográfiai probléma van. Mindenki látja az ordító munkaerő hiányt. Azt is belátják, igazából inkluzív ez a törvényjavaslat, azt is belátja, hogy jól elrontották a magyar nyugdíjrendszert, gondoljon a nők 40-re, hogy elküldtek 40 év szolgálati viszonnyal 56-57 éves nőket, most már 150 ezeren vannak. Rájöttek arra, hogy ha így elküldünk embereket, egy perc alatt járulék fizetőkből járadék igénybevevők lesznek. És azt gondolom, hogy együtt jutottak el oda, hogy most hoztak egy formakényszerhez kötött, mert a szövetkezet egy formakényszer, ami életképes lehet. Nagyon vigyázni kell rá, hogy ne úgy járjunk, mint a szociális szövetkezetekkel, hogy kirámolják. Nehogy nagyon vigyázni kell arra, hogy az a 10%, ugye, mert 90% ugye a közreműködő tag, a menedzsment el ne vigye a szekeret rossz irányba. Ezekből a törvényjavaslatból nem látszik. Valamit felismertek, valamit meg akarnak oldani. Én jóhiszeműen azt mondom, hogy első lépésként egy hasznos, értelmes dolog lehet. És tovább megyek. Azt is nagyon fontosnak tartom, hogy nyitni kell. Tehát ne csak szövetkezeti formában lehessen ezt megtenni, mert itt óriásiak a kedvezmények. Valóban, gondoljon végig, se egészségbiztosítási járulék, se nyugdíjjárulék a munkavállaló részéről, se szakképzési járulék, és a munkáltató részéről még nincs szociális hozzájárulási adó. Tehát ha ezt egészségesen működtetik, jól körülírják, mondhatok egy konkrét példát? Aztán én megmondok majd szakszervezeti véleményt. Olvastam a szakszervezetőjét, hogy nem kell beterelni a nyugdíjasokat. Azt mondják, hogy sokkal inkább érhető nyugdíjat és korszerű egészségügyi ellátást. De most munkáról beszélünk, nem nyugdíjról. És nem dolgoztatni őket. Nem dolgoztatni.
Itt készítettek felmérést kollégák, akik ebbe a rendszerben, iskolaszövetkezeti szövetkezeti rendszerben érintettek, munkaerő közvetítők azt mondják, hogy a nyugdíjasoknak mintegy 30-35%-a érdeklődést fog mutatni. Nem kényszer, lehetőség, ez nagyon fontos. És azt is hozzáteszem rögtön, hogy természetesen a magyar munkaerőpiac átfogó problémáira ez nem csodaszer, de egy lehetőség, abban ne legyen kérdés köztünk, hogy nem szabad az embereket, egészséges 63-65 évesek embereket leírni. Ugye vannak olyan szabályok, ahol tiltják a munkavégzés bizonyos korú. Ezt akartam felhozni, hogy miközben a kormány másképp gondolkodik hirtelen a nyugdíjasok munkavállalásáról, vannak olyan szakmák, ahol elzavarta ezeket az embereket nyugdíjba. Mondanék önnek, hogy nagyon egyszerű. A pedagógus nyugdíj körüli cirkusz. Én még egyszerűbbet mondanék, hogy ha tegyük föl, és megint két verzió lehet. Lesznek kis települések, ahol 20-30 ember össze fog állni, agrárium, mezőgazdaság, és csinálnak egy kis szövetkezetet, és ott el lesznek 20-an is dolgozgatnak, és kiveszik a pénzt 15% esziával. De arra gondolt például, hogy Magyarországon a házi ápolás például rettenetes állapotban van, a szociális gondozás, hogy mondjuk Észak-Magyarországon, vagy Dél-Dunántúlon 1000-1500 fővel létrehoznak elzavart ápolókból, kedveszett orvosokból, nővérekből egy szövetkezetet, és például egy országos régióban meg tudják oldani az idősellátást. Tehát nem csak piaci vetülete van szerintem a dolognak, hanem van egyfajta szociális gondoskodás, közérdek, ugye a törvényjavaslat ezt használja. Tehát ha azt mondja, hogy a visszaélés veszélye megvan, egyetértek, ha azt mondja, hogy ez nem megoldás, teljes körben abban igaza van, de kezdő lépésként ezt el lehet fogadni, egyébként ez egyik szakmai nagyon kritikák, nem volt idő rá, hogy ezt mindenki átrágja, saláta törvény. Azt nem tartom klassznak és szimpatikusnak, bárki mondja, hogy betereljük a nyugdíjasokat. Én meg azt nem tartom frankónak, ha valaki elmúlt 65 éves, és levény nyuggerezik, és levény hülyézik. Nem érzi a kényszert abban, hogy valakinek kevés a nyugdíja, éppen ő meg tud élni, és muszáj, ha van ez a lehetőség, tök jó van ez a lehetőség, de muszáj csinálnia, ha már ez a lehetőség van, a szakszervezeti mondat az nem butaság, normális nyugdíjat kéne adni először is. De hát az ettől függetlenül igaz. Tehát tisztességes megélhetés... A kényszer is, a megélhetési kényszer is egyfajta terület. De most nem kell elmenni annak a nyugdíjasnak, akinek 28... Azért mondom, hogy annyiból jogos, hogy így legalább lesz hova esetleg elmenni. És az miért baj, ha lesz ezt hova elmenni? Erre mondom, hogy ennyi. És miért baj az, hogy 15% esziával megúszta, most egyébként fizet mindent? Tehát én azt gondolom, hogy ezt lehet... A munkához jut egyáltalán egy nyugdíjas, a munkához jut. Hát most erre szerveznek egy formációt. Még egyszer mondom, most nehogy azt így, én sem szeretnék a ló másik oldalra átesni, hogy most el vagyok ájulva, vagy ilyet kitaláltak. Ez még egyszer mondom, az elmúlt munkaerőpiaci intézkedéseknek, a demográfiai helyzetnek és az ostoba intézkedéseknek egy eredménye. De hogyha most rájöttek arra, hogy nem tudják fiatalokkal megoldani, a magyar munkaerő krémje elmegy külföldre, ugye kimondjuk azt a napokban halljuk szám, még ma is halljuk, hogy bizonyos országokból nem akarunk munkaerőt fogadni, mi maradt, de tudok egy rosszabbat, cinikusat mondani, ha nem ezt csinálják, majd megemelik a nyugdíjkorhatárt. És akkor majd lehet mondani azt, hogy milyen kegyetlenül bánik valaki a nyugdíjasokkal. Tehát én nem védelmembe veszem ezt az intézkedést, hanem azt szeretném kérni mindenkitől, aki megnyilvánul benne, hogy szakmai szemüvegen közelítse meg a dolgot, és nyilvánvalóan abban is egyetértek, hogy nem lehet méltatlan, alacsony, ez nem munkaviszony, tehát a minimál bér sem fog rá vonatkozni. Itt nem lesznek munkaügyi szabályok, mert nem munkaviszony, nagyon fontos, hogy egy közreműködő tagi jogviszony lesz. Tehát ebbe is vigyázni kell. Itt igazából azt határozom majd meg azt, hogy ki mennyi lehetőséghez jut, mennyi pénzhez juthat a munkája után, hogy mennyire volt észnél az a közösség. A szerződés pillanatában. Meg az a közösség, ami 90%-ban megalkotja. És ne felejtsünk el még valamit. Míg a munkaviszonyhoz kötődő szabályok, bármennyire sokan mondják, hogy a munkatörvénykönyvet kicsit laza lesz, hogy a szakszervezetek szokták mondani, de mégis nagyon sok kötelmet ír elő. Itt a rugalmasságra, a költségtérítésre, ugye nem tudom, mennyire figyelhet az, hogy havonta lehet folyósítani, ha jók a bevételek, vesz egy közösségi alap, kaphatnak adómentes sem, étkezési jegyet, szép kártyát, tehát ez is lehetőség lesz. Tehát én azt gondolom, hogy lehetőségünk kezeljük, tényleg óvatosan, körültekintően, még egyszer mondom, a korom miatt is azt kell mondanom, miután elmúltam 60 éves, hogy
Az lehetetlen dolog, hogy a nyugdíjasokat megalázó helyzetbe hozzák, de még egyszer mondom, az legalább olyan megalázó helyzet egy egészséges 63-65 éves embernek, amikor egy társadalom kimondja, hogy nem kell. Én azt gondolom, hogy ez egy lehetőség, amivel még nagy együttérzéssel, nagy humanitással, egyébként az üzleti szempontokat sem figyelemben kívül hagyni. Amikor munkaerőpiacról beszélünk, üzletről is beszélünk. Tehát én azt mondom, hogy nyugtával dicsérjük a napot, sok-sok értelmes módosító indítványt adjanak be, legyen ez tisztességes, átlátható, becsületes szisztéma, és még az is előfordulhat, hogy jó volt az ötlet. Ön viszont a piaci szereplőket szokta általában képviselni. Most is azt képviselem. Mondja meg nekem, mit kezd azzal a 100-150 ezer közmunkással, akit a kormány kiszivárgott elképzelései szerint szabadjára engednek a közmunkapiacról, mondván, hogy nem kell ennyi, és nincs miből finanszírozni ennyi közmunkát és közmunkást. Hát, hogy mondjam, munka már nincs. Finanszírozási keret van. Én azt gondolom, hogy a kormánynak, amikor azt kimondja, én csak 100 000-es nagyságrendet hallottam, de az is, hát a költségvetés mutatja, 100 milliárd forinttal kevesebb van beállítva. Ez azt is jelenti, hogy már nincs közmunka igény akkora, de igazából azt is tudjuk, és a szakmai kérdés megint, hogy ezt túltolták. Tehát, hogy nem szabadott volna ezt a szociálisan, megint szociális szempontból érzékeny helyzetet arra felhasználni, hogy a teljes foglalkoztatást ezzel megoldani. Föl van adva a lecke, nekem erre egészen határozott véleményem van, hogy mit kell csinálni a közmunkásokkal. Csak és kizárólag olyan rendszerbe szabad őket átsegíteni bárhova, hogy közben a napi eltöltött időnek a fele képzés, tanulás, ugyanis ha ismeri azokat a számokat, hogy például Borsod megyében 100 közmunkásból 7-8 tud visszamenni az üzleti szektorba, az azért van, mert nem foglalkoztathatók. Ezért az alapvető feladata a kormánynak, hogy mondja ki azt, hogy a közfoglalkoztatás az nem pálya, de ez kevés, mert most ezzel csak ezt mondta ki, hozzá kell tenni azokat a programokat, amit ezeket az embereket visszasegíti a piaci munkahelyre, a piaci nálam persze a közszféra, és nem csak a versenyszféra, tehát mehető a szociális szférába, az önkormányzati szférába dolgozni, és jöjjön hozzánk az üzleti szférába. Csak ebben az egészben az a csapdahelyzet, hogy a kormány a közfoglalkoztatást egyebek mellett arra találta ki, hogy ne a szociális háló védje meg a családokat és az embereket a jövedelem nélküliség csapdájától, hanem akkor legalább valamit tegyenek a közösségért. Olyan helyeken, ahol egyébként nincsen piaci munka. Igen, csak ott tévesztették el a házszámot, és én körülbelül 3 éve mondom, ott tévesztették el a házszámot, hogyha megint, ha szabad korra hivatkoznom, ha egy 58 éves, 60 éves embert elküldök közmunkára, vagy közfoglalkoztatásra, abban van 3-5 év azért, jó, a nyugdíjig valamit kezdjünk vele. Csak az a nagy probléma, hogy ma 18-20-25 éves emberek vannak, most gondolja végig, ő a közösből, a költségvetésből 40 évig csak ki fog venni, és nem lesz nyugdíja. Tehát a kormány ott követte el a hibát, hogy gyakorlatilag motivációs, tehát nem csak arról volt szó, hogy nehéz foglalkoztatási helyzetben, mert az tudjuk, hogy Szabolcsban, Borsodban, Nógrádban van, hanem gyakorlatilag, miután nem volt nagy különbség a munkabér és a közfoglalkoztatás díja között, ami mind a kettő gyalálatosan alacsony, ezáltal nem éreztek motivációt. Jobb volt közfoglalkoztatottnak lenni, ez nagyon kemény mondat, jobb volt közfoglalkoztatottnak lenni, napi 3-4 órában nem értékteremtő munkát végezni, mint mondjuk 35-40 kilométert beutazni, esetleg vasárnap a boltba dolgozni, mind a kettő biztosítási jogviszony, nyugdíj és egészség, és igazából én nem mondom, hogy elkényelmesedtek ezek az emberek, mert ezt nem szabad egybe általánosan kijelenteni, de hogy nem csak arról van szó, hogy gondoskodunk valakiről, hanem arról van, most itt használnám egy picit azt a szót, amit a szakszervezetek, az aktívaknál nyugodtan, mert egy picit erőszakmentesen, nagyon fontos, érdekeltség alapon abba az irányba, hogy próbálj meg az üzleti szférába elhelyezkedni, tanulj, ha kell utaz 30 kilométert, mert segítek költségtérítéssel, tehát meg lehet ezt... De az üzleti szférának kell 100 000 ember a közmunkából? Az üzleti szférának... Átképzéssel együtt is akár. Több kell már, mint 100 000 ember. Hát sokkal több kell. Az átképzésről kéne beszélni először, és utána kéne beszélni a közmunka megszüntetéséről. Én azt gondolom, ez megint szakmailag nem. Tehát amíg az állam gondozza közfoglalkoztatást, inkubátorban tartja, ha szabad ezt mondom, mert ez egy inkubátoros foglalkoztatás, egy védett foglalkoztatás, amikor kibocsájtom, előtte megtanítom levegőt venni. Ezt az államnak kell, tehát én azért is mondom, hogy egyetértek önnel azzal, hogy egyrészt túl húzták,
túlment, most hirtelen munkaerőpiac hiánya, most gyorsan kéne ember, az állam szeretne kiszállni belőle vigaros gyorsasággal, mondván azt, hogy itt az üzleti szféra, mert munkaerőhiány van, milyen szempontból összefügg a nyugdíjas üggyel is, hogy hirtelen kiderült, hogy itt borzasztó nagy munkaerőhiány van, és de az államnak igenis itt kőkeményen be kell szállni abba, hogy ezek az emberek, ha szabad ilyet mondanom, emberekre piacképesek legyenek, hogy foglalkoztathatók legyenek, hogy legalább föl tudjam venni, és még egyszer mondom, nem akadémiai képzésre gondolok, betanított munkási szintre, hogy áruházban, építkezésben és az agráriumban hasznos tag legyen, járulékfizető legyen, és érezze magát embernek, hogy nem kitartott vagyok, hanem magamat tartom. Ez nagyon-nagyon fontos. Köszönöm a beszélgetést, örülök a szenvedélyességének. Köszönöm, hogy megkívott.